Kami? Igen. Nem. Jó, jó, rendben, most eldurulunk. Na, sziasztok, akkor először is tájékoztatás, hogy az volt a tervünk, hogy a koncert szünetében a koncertet nem megzavarva szeretünk volna bemenni, és a közönségnek szórólapokat szétosztani, amin hát egy rövid szolidaritást kifejező szöveg van. Viszont hát zárva van az ajtó, és ugyan elmondtuk ezt többször, hogy ezt szeretnénk, a koncertet nem megzavarva, az volt a válasz, hogy nem mehetünk be. Nyilván 7-kor kezdődött a koncert, tehát emiatt az jogos, hogy az első része alatt nem lehet most bemenni, de a szünetben meg indokolt lenne, hogy beengedjék azokat, akik most értek ide. Úgyhogy ez mindenképpen egy bérálható és bérálandó dolog. És tehát most ez itt a helyzet, egy nagyon kicsi esély talán van, hogy a szünetben, amikor mások esetleg elmennek a koncert második rész előtt, akkor esetleg be tudunk majd menni, hát meglátjuk. Minden esetre akkor most itt azért megtartjuk a szolidaritási eseményt. Akkor elkezdődtek a tiltakozások Törökországban, és a rendőrség elkezdett erőszakot alkalmazni, akkor nyilván sokunkban fordult meg az a gondolat, hogy ki kellene fejeznünk a szolidaritásunkat. És én már hetekkel ezelőtt kaptam erről a koncertről értesítést, amit a török-magyar barátság jegyében a nagykövetség szervez. Korábban egy hasonló esemény az olasz intézetben volt itt a közelben, ott is ott voltam, és kértem is jegyet az eseményre, foglaltak is nekem helyeket, és aztán amikor kialakultak a tiltakozások, akkor gondoltam, hogy ez egy jó alkalom lenne arra, hogy sok ember itt lesz, és hogy itt lehetne egy szolidaritási akciót csinálni, és akkor elkezdődtek a tiltakozások Törökországban, és a rendőrség elkezdett erőszakot alkalmazni, akkor nyilván sokunkban fordult meg az a gondolat, hogy ki kellene fejeznünk a szolidaritásunkat. És én már hetekkel ezelőtt kaptam erről a koncertről értesítést, amit a török-magyar barátság jegyében a nagykövetség szervez. Korábban egy hasonló esemény az olasz intézetben volt itt a közelben, ott is ott voltam, és kértem is jegyet az eseményre, foglaltak is nekem helyeket, és aztán amikor kialakultak a tiltakozások, akkor gondoltam, hogy ez egy jó alkalom lenne arra, hogy sok ember itt lesz, és hogy itt lehetne egy szolidaritási akciót csinálni, és pár napja a követség munkatársának, aki a, bocsánat, a technikáj remélem érthető, a követség munkatársának, aki ezeket az eseményeket meg szokta hirdetni, nyíltan és barátságosan megírtam azt, hogy szeretnénk kérni az elérhetőségét a zongora művésznőnek, aki játszik, hogy vele is egyeztethessük, hogy hogyan lehetne egy szép szolidaritási akciót is a koncerttel együtt csinálni. Erre a levélre nem jött válasz. Szóval ott tartunk, hogy a nagykövetség munkatársa nem válaszol Péter barátunk levelére. Ezzel párhuzamosan én a Idilbire zongoristának a menedzserét kerestem meg. Mondván, hogy meg tudná-e adni a művésznő elérhetőségét, e-mail címét vagy bármi. Megadta. Nem mondtam meg neki, milyen célból keresem. És még aznap este írtam Idil Biretnek, aki rövidesen válaszolt, hogy nem áll szándékában közreműködni.
hogy nem áll szándékában közreműködni a mi akciónkban, kifejezendő szolidaritásunkat a törökországi tüntetésekkel. Tudomásul vettük. Másnap reggel, ami miatt most megszerveztük mégis ezt az akciót, fölhívtak a török nagykövetségről, hogy ők határozottan nem ajánlják, hogy bármilyen akciót szervezzünk a törökországi aktuálpolitikai események kapcsán, úgyhogy itt vagyunk, megszerveztük.